Na hát szevasztok srácok, itt vagyunk a következő Microsoft Flight Simulatorban. Az előző rész nagyon tetszett nektek, úgyhogy folytatjuk. Most már PC-n vagyok, és sokkal szebb lesz a minőség, és tudok majd különböző dolgokat beletenni, különböző vágóképeket a leszállásról, ilyesmiről, úgyhogy ez lesz. Viszont mielőtt belekezdenénk, ezt a videót a Microsoft támogatta, és kicsit szeretném veletek ismertetni a Game Pass Ultimate-et. Hát régebben már volt erről szó, viszont akkor nézzük, hogy jelenleg mi tartozik bele, és pontosan mi ez. Ez tulajdonképpen egy előfizetés, viszont az a kis Ultimate feliratocska a végén nagyon sok mindent rejt magában. Az első és a legfontosabb, hogy kapsz egy nagyon nagy játékkönyvtárat, ahol több mint 100 játékkal tudsz játszani, amíg tart az előfizetés. Ezen felül pedig minden Xbox Game Studios játék bekerül azonnal megjelenés napján a könyvtárba, úgy ahogy már bekerült a Forza Horizon 5 is, amikor megjelent, illetve a Microsoft Flight Simulator is. Úgyhogy ezért tudok én most játszani PC-n is ezzel, illetve Xboxon is. Az előfizetésben benne van az EA Play előfizetés is, ami tulajdonképpen az, hogy az EA a legnépszerűbb játékait, azokat beledobálta egy kalapba, és akkor ezekkel is tudsz játszani. Például a tavalyi Forma 1 is már benne van, úgyhogy azt se kell külön megvenni, hanem ezzel az előfizetéssel tudsz vele játszani. Ja, és amúgy, hogyha esetleg te szeretnél valamilyen játékot örökbe megvásárolni magadnak, és rendelkezel egy ilyen előfizetéssel, akkor akár 10-20% kedvezménnyel is megvásárolhatod a különböző címeket. És még az is beletartozik, hogyha esetleg nem ülsz az Xbox előtt, nem ülsz a gép előtt, hanem mondjuk vonaton vagy tök mindegy hol, akkor akár tudsz telefonról is játszani, mert hogy cloud gaming is beletartozik az előfizetésbe, tehát táblagéppel és telefonnal bárhonnan, bármikor, ahol van internet, játszhatsz. És ugyanúgy van lehetőséged játszani haverokkal is, barátokkal is, és teljesen ismeretlenekkel is, ugyanis benne van az Xbox Live Gold is. Na, úgyhogy ennyit róla. A leírásba berakok egy linket, hogyha szeretnétek előfizetni, akkor elő tudtok fizetni. Na de most, igen, ugorjunk bele a Flight Simulatorba, és majd nagyjából azért elmondom, hogy pontosan miért váltottunk PC-re. A nagy sikerre való tekintettel akkor nézzük az első nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rövid repterünket, ami nem más lesz, mint egy olyan, ahol nem is tudom, hogy hogyan fogunk felszállni. Zaba szigetén található, mindösszesen nagyjából 4-es 100 méter hosszú, vagy hát rövid reptér, úgyhogy vágjunk bele, próbáljunk innen felszállni. Jaj, de látszik már most, srácok. Ez itt mi a szar, hogy fogunk innen bármit is alkotni? Igen, felvettek a Ryanair-hez, nem volt mit tenni, elfogadtam, mert rengeteg pénzt fizettek, úgyhogy innentől kezdve a Ryanair hivatalos pilótája vagyok, srácok, úgyhogy nézzük. Na tehát, urak, hölgyek, először is, amit fontos, és megcsináltam, hogy baromira levettem az üzemanyagot, meg mindent, az utasokat, úgyhogy elméleti szinten a legkönnyebb a szerelvény, amennyire csak tud. Most pedig hátra fogunk teljesen tolni, csak azért észre, hallod? Le ne csúszunk. Jó, figyelj, mindjárt húzom be a féket. Még mehetünk? Figyelj, még mehetünk. Álljál meg! Még egy nagyon picit hátrébb mehetünk. Na, gyerünk! Még egy löket hátra. Jó, várjál, nem úgy van az. Mondom, mehetünk még hátra. Srácok, nem fogunk innen elszállni, azt már most mondom. Egy nagyon picit, még egy nagyon picit. Jó, álljunk meg! No, akkor először is, amit tudunk csinálni, az az, hogy, és remélem tetszik már a grafika, meg ilyenek, gépen vagyunk. Szóval, a fékszárnyakat kettes állásba állítjuk, vagyis hát a flapseket. Azon felül mást nagyon nem tudunk. Ha jól látom, ott már alattunk egy sziget van, talán erre észszerűbb lett volna szállni. Hát, ebből zuhanás lesz. Na jó, vágjunk bele. Figyelj, megvárjuk, amíg teljesen betölt. Oké? Gyerünk, gyerünk, mennyi, 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 mennyi. Kicsit... Ajaj.
Megpróbálunk elfele szállni, és még nem emeljük meg, jó? Most! Emeld, 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 emeld! Micsoda? Há micsoda? Srácok, könnyű szerrel felemelkedtünk ilyen könnyedén. Hát a visszaérkezés az már egy komolyabb téma, hogy az mennyire fog sikerülni, de egyébként nézzétek meg, milyen gyönyörű ez a sziget, te jó Isten! És itt a büdös nagy semmi közepén vagyunk. Oké, megpróbálunk akkor először innen leszállni. Nem lesz egyszerű. Na jó van, akkor egy gyors fordulóval megközelítjük a repteret, urak, hölgyek. Miért mindig mondom azt, hogy urak, hölgyek, de komolyan, ebbe a videósorozatba kezdtem el ezt. Nem mondom, hogy a legjobb megoldás. Na jó! Hát akkor figyeljetek, igazából úgy néz ki, hogy szinte bármire képesek vagyunk. Úgyhogy nincs mit tenni, srácok. No tehát, tessék most elképzelni, urak, hölgyek. Anyával, apával, mindenkivel jöttök. Mert hogy itt fogtok nyaralni. Én vezetek. Nem szarnátok be egy kicsit? Na figyelj! Ajjajjajjajjajjajjajjajj, levesszük a gázt. Fékszárnyakat bekapcsoljuk. Kettő, hallod, mindjárt odaérünk. Oké, leeresztjük a kereket. Oversplit a fület, hát akkor mindent kapcsolunk be gyorsan. Ajajajaj, ebből tényleg overspeed van, hallod? Na de, nézd a tájat, nem kell befosni. Apa terel. Figyeljetek, srácok, ezt én nem tudom, hogy fogom beadni. Talán most már visszább lehetne engedni a szárnyakat. Hú, valahogy nagyon előről kéne elkapni ezt a pályát. Ajaj. Oké, kicsit forgassuk be. Jó, gyerünk! Most le! Le! Na persze, nem annyira le. Jó lesz! Sziasztok! Hello! Szevasz! Kész! Megérkeztünk, srácok! Na jó, hát ez valljuk be, hogy nem volt a legszebb. Úgyhogy ezt újra próbáljuk, mert nagyon befostam, hogy tovább fogunk csúszni. Úgyhogy ez nem igazán adta ki. Na jó van, fussunk neki akkor még egyszer. Most higgyétek el, patika lesz. Talán olyan szél van itt, hogy megőrülsz. Na érkezünk, urak, hölgyek. Eléggé messze vagyunk még. Viszont most megpróbáljuk a másik oldalról megközelíteni a repteret. Hát ha hogyha, itt valahogy nagyobb szerencsével járunk. Nagyon fúj a szél, vagy én nem tudom, hogy mi a szar van itt. De ez itt nekünk nagyon nem jó. Na figyeljetek, hát még egy kicsit messze vagyunk talán, úgyhogy még rákapcsolunk. Szerintem innen kicsit komolyabban meg tudjuk közelíteni, és annyira nem szarunk be. Úgyhogy, hát ez majd elválik. Na menjünk picit közelebb. Olyan gyönyörű szép most a grafika, srácok. Annyira szép, szétadom. 4K ultrán vagyunk. Jaj, de várjál, mert itt közben hop. Érkezünk, és baromira rossz helye. Hát hogy vagyunk? Ó, te gyerek. Na erre hogy szállunk le, srácok. Hallod? Olyan rossz helyről közelítünk. Á, ezt újra kell korrekcionálnom, mert ez így nem lesz jó. Hát nézd meg! Ó! Na így talán már jobbak vagyunk, mert így rázumolva is. Aha, látjátok, kb. Most már jók vagyunk. Jó, figyeljetek, eresszük le a kerekeket, a futóműveket, az már biztos. És akkor azt mondja, hogy visszavesszünk a hajtóműből, 1000 lábon vagyunk. Ez lehet kicsit kevés. Állítunk most már flapset is. Azt mondja, flaps 2-esen van. Nagyon gyorsak vagyunk. Az a büdös nagy helyzet. Ó, gyerekek, na ebből megint mi a szar lesz. Azon ki, hogy semmi. Na, lelassultunk, jók vagyunk. Jó, ezt visszább. Gyerünk. Gyerünk. Oké. Jaj, ne. Jó. Újra startolás. Aj, basszus. Nem olyan egyszerű ám az, mint ezt gondolnátok. Tű, te fiú. Én nem tudom ide, hogy fogjuk ezt letenni, ezt a gépet. Felszállni könnyű volt. Mindent megteszünk az ügy érdekében, srácok. Most a...
Overspeed? Miért overspeed? Jó, most a tempón kicsit sok. Jó, most meg nagyon belassultunk. Hallod, úgy álligatok mindent, srácok. Tudom, hogy nem nagyon kéne ezt ennyire állogatni. De értsétek meg a fosásom tárgyát. Te, kicsit ferdén érkezünk amúgy a pályára. Kicsit ezt meg kéne oldanunk. Illetve már nagyon lassúak is vagyunk. 130, mindjárt áttessünk. 130 csomó, az nem túl jó. Na srácok, velem ne akarjatok itt utazni. Nem lenne ebből nyaralás nektek. Oké. Hát ennél alacsonyabban én már nem tudok érkezni. Tedd már le! Nyeldetekkel! Miért retard? Megint startoltunk-e? Hát ez hihetetlen. Oké. Figyeljetek, ennél jobb sose volt. Jaj! Ó, mennyi múlott ez, te jó Isten, mennyi... Háj! Na, mehetünk megint az Isten itt neki. Oké. Kis gáz. Jó. Túl magasan vagyunk, most már mehetünk lefele. Hát ilyen Ryanair pilótát, mint én, hallod. Oké. Oké. Ezt nem hiszem el, hát... Te, az megvan, hogy lekapcsoltam most a hajtóműveket, srácok? Igaz? Ilyenkor meg már nem kapcsolám, csak úgy vissza. Ó, itt pöcsöltem vele, hallod, azt lekapcsoltam. Na? Hát most hogyan fogunk megállni? Áááá, nem is érünk el odáig, srácok. Tűha. Legalább... És nem tudjuk... Elromlott a gép! 500. Nézd meg, nem nyílik ki! 400. Az baj! 300. Hát ez így mi? 200. Ez így mi? Nem, mert ez így nem megy. Na gyerünk! Hallod, oda vitorlázunk! Figyeld! Gyerünk! Hop 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 hop. Istenem, na. Jó, 120 körül kéne tartanunk, 120 csomó. Ajaj. Az így kevésnek bizonyult sajnos. Jó. Most be. Ha figyeld. Gyerünk, állj meg! Nem lesz meg. Kis gáz. Jó! Maradjon, te hülye! Hát ezt nem hiszem el, és jó lett volna. Gyerünk. Ne menjél annyira el. Jó? Le. Állj meg! Állj már meg, te szar! Hát... Figyeljetek, srácok! Ennél jobb nem lesz. Végül is megálltunk. Parancsoljatok. Ennyit én még ilyennel nem szívtam. A hajó törött. Oda nézzi. Hát de megálltunk. Úgyhogy szerintem szó nem érheti a ház elejét. Sikerült. Na jó, hagyjuk itt ezt az egészet. Menjünk a következőre. Na srácok, a következőnél az lesz a helyzet, hogy jó, megpumpáljuk a gépet. Szinte látjátok, tele van, a maximum van. Jó, nem, de majdnem. Oké, feljebb tesszük. Hopp, itt ez már itt. Hopp, így. Oké. És ez a reptér, ez nagyjából 1,1 kilométer. Julianna Princess, neztek? Itt vagyunk. Hello, szia, szevasz. Úristen, mi ez az időjárás? Oké. Először nem értettem, hogy mi a szar történik a képen. Jó, szóval hatalmas esőre virrattunk a mai napon, srácok.
a Ryanair gépe viszi haza az utasokat, mert senki nem akar ilyen időben maradni, úgyhogy nekem kell elterelnem hazafele. Ó, te jó szagú! Hát itt nagyon esik minden, és max payloadunk van, majdnem, hogy maximum. Úgyhogy, hát akkor hajrá! Mondhatnám, hogy könnyű, de ide leszállni hogyan fogunk, az egy nagyon jó kérdés. Na jó van. Hát akkor csapjuk oda neki, srácok. Egyenesen bele a ködbe megyünk, igaz? Tehát, hogy rohadtul nem látunk semmit. Hát figyelj, flapseket tesszük most egyes állásba. Hát nagyon lassan gyorsulunk, te! Hajja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 j
érkezik utánunk minden. Hol lehet itt a vége? Hát figyelj, azt mondja, 142-nél tudjuk megemelni. Most elvileg már emelhetjük. Jó. Oké. Hát azért nem kell túlzásokba esni. Gyerekek, de mi hogy fogunk leszállni? És ott már milyen szép felhők vannak. De amúgy milyen szép ez a hely, basszus. Csak el kéne ide jönni. Na jó, akkor egy gyors fordulás, srácok. Közben azért itt nektek mutatom, hogy milyen helyen vagyunk. De gyönyörű szép. Mit megy ebbe a játékba ez a sok felhő egyébként? Ajajajajajajajaj. Na jó van, akkor forduljunk egyet, srácok. És akkor reménykedünk abba, hogy időbe észrevesszük a pályát. De hogy ilyen nehéz gépet hogyan fogunk letenni, az egy nagyon jó kérdés. Hát ilyet se csináltunk még. Kicsit magasabbról érkezünk rá a pályára. Jaj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 
Oké. Kerekeket is. Hát tudom, hogy ilyenkor még nem nagyon kéne. Basszus, milyen overspeedben vagyunk. Alig tudjuk ezt a gépet fékezni. Talán így menni fog. Nagyon magasan vagyunk, srácok. Ó, te fiú. Overspeed a fejed. Mennyire vagyunk? 4.80. Azért jöttem fel, hogy lássunk ilyeneket is. De hogy mi ide hogyan fogunk? Csű, te, hát semmit nem látok. Good day, na ebből aztán lesz good day, jó gyerek. Hát nem látok semmit. Ajajaj, és itt lesz egy hegy, ugye? Persze, hogy itt lesz egy hegy. Na, ezt a hegyet, ezt nagyon meg kéne ugranunk, srácok. Annyira nem engedhetjük le a gépet. És hol a pálya? Ti látjátok a pályát? Egyelőre én nem látok semmit. Csak felhőket. Hála Isten, leszállt oda a köd. Elvileg itt van előttünk. Ez már ilyen műszeres megközelítésnek kéne lennie, srácok. Hát de ez itt nem műszeres megközelítés. Na jó. Hát beleszállunk ide, azt majd lesz valami. Azt mondja, hogy még viszonylag messze van ám. Haló. Vagy hol van? Hol lehet? Jó gyerek. Ha valahol itt lesz, nem? Mutasd. Aha. Hát itt még nincsen. Jaj. Jó. Itt lesz akkor, na. Ugye? Srácok, ez a semmibe repülés. Ne további, amit itt... Ja, hogy itt van. Rohadtul nem oda szállunk. Ajaj. Aja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 j
te hallod, hogy fogunk ide leszállni. Na jó, megpróbáljunk akkor erről az oldalról. Hát mondjuk innen se látunk többet, köszönjük szépen. Figyeljetek, van ilyen okosság, amit be lehet nyomni. Van valami ilyen map. Na figyeljé. Itt tökéletesen látni fogjuk magát a reptér beérkezési pontját. Oké, srácok, itt lesz a csücske a pályának. Az ott, tehát azt kell ott nekünk elérnünk. És azt mondja, szépen csökken a tempónk, úgyhogy kicsit rápörkölünk.
És tudjátok, melyik ez a reptér, ahonnan innen izék szokták nézni, turisták szokták nézni. Aha, látjátok, jó helyen vagyunk. Turisták szokták nézni innen a tengerpartról, hát kicsit jobb időkben. De azt, ahogy érkezik egy repülő, hát basszus, de mellé mentünk. Ó, jaj. Na jó, ezt újra, hát nagyon mellé mentünk. Figyeljetek, az van ám, hogy nem látunk semmit egyelőre. De elvileg jól szállunk. Még mondjuk nem látjuk magunkat a térképen. Majd azt fogott valamit elmondani. De igazából a gázt azt nyomhatjuk, mert elég hosszú a pálya. Csak maga a megközelítés nagy szívás. Aha. Ha nézd meg, már megint mennyire mellé mennék. Na ilyet ki csinál a való életben, mi? Oké. Kicsit így kapjuk majd el a pályát. Jó. Hát így már csak meg leszünk. Oké. Ajaj, bele a semmibe, a végtelenbe, srácok. Ha mi volt ez? Hát mi történik velem, srácok? Múltkor olyan rohadt jó ment. Na újra! 1000 feet-en vagyunk, azért szállok egyre lejjebb, hogy valamit legalább lássak ebből az egészből. De szerintem ilyenkor rontom én el, mert akarva akaratlanul mellé szállok. Pont emiatt. Ó, de jó lenne többet látni. Hát nem kéne ilyen alacsonyan lenni, ugye? Hát itt a turistáknak mutatom a dolgokat. Na figyelj, látjuk magunkat. Megint rohadtul elszálltunk más irányba. Próbáljunk csak meg oda korrigálni. Igen. Jó van. A muszáj. Jaj. Mi van ma velem? Szépen, okosan, nyugodtan. Nagyon alacsonyan vagyunk. De ott a pálya. Azt már látjuk jól. Oké, nem kéne elrontani. Jaj, nagyon megbillentünk. Hát nézd meg! Teljesen irányíthatatlan a repülő ilyenkor. Nem én vagyok a béna. Jaj, már megint félre szállunk. Jaj. Na most jók leszünk. Most jók leszünk. Azt mondja, eresszük csak le a dolgok menetének az állását. Oké, meg kéne magunkat látni végre. Azon a izén, de szerintem valahogy így kell szállni. Teljesen elveszíted ilyenkor az érzéked. A látásod is tulajdonképpen. Oké, ne engedjük annyira, lelassuljunk. Hosszú a pálya. Aha. Hát megint félre megyünk, hallod. Nem hiszed el. Jó, megpróbáljuk ebből megoldani, srácok. Oké. Gyerünk. Ó, te már a pályát se látjuk igazán. Hát, ennél szebb nem lesz. Sűte. Jó, hát leszálltunk, megálltunk, meg mit tudom én, de ennek kell, srácok, egy külön rész, hogy megtanuljunk leszállni ilyen időszakban, ilyen időjárási körülmények között. Hát most letettük, de erre azért nem vagyok büszke. Na jó van. Hát akkor nézzük, srácok, az utolsót mára. Aztán majd írjátok meg, hogy tetszik nektek. Igyekszem jókat összehozni. Küldhettek ide kommentbe, hogyha szeretnétek valami repteret, hogy éppen hova szálljak le, vagy hát próbáljak meg leszállni. Na jó, nézzük az útcsót. Nem más, mint a Nanvalek nevezetű, nagyjából 609 méter, 630 méter hosszú reptér lesz, ami megint csak hát érdekesen néz itt ki. Úgyhogy zuhanjunk rá, és akkor nézzük, hát ez rossz poén volt, de hogy nézzük meg, hogy milyen. Ja, hogy az ott a reptér. Aha. Jézusom, srácok. Hát ezért egy kicsit komolyabb reptérre számítottam, az igazat megvalva. Te, mutasd már kívülről. Ez meg mi a szar? Itt a susnyásba fő szállni. Na jó, de nem olyan rövid legalább. No, akkor csináljuk azt először is, hogy innen ki kéne kormányoznunk szerintem.
Mi a nevéből? Ezért csúnyán benne vagyunk itt a fákban. Egy kicsit így ki. Hát remélem, hogy fel tudjuk itt emelni a gépet. Meg már akkor egyúttal menjünk tényleg hátrább is. Amennyire csak lehet, de ezt hívják repülőtérnek? Hát ez egy főút, nem? Legalábbis úgy néz ki. Oké. És akkor innen próbáljuk megtámadni a dolgokat. Na figyeljetek. Oké. Fékszárny, hát ez így jó ilyen lesz. Flapseket kettesre tettük. Maximális tolóerő. Ajajajajajajajajaj. Oké, ezt ott elkerültük. Kicsit kormányozzuk erre. Gyerünk, 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 gyorsuljunk, gyorsuljunk, gyerekek, nem gyorsulunk. Ha mi a szar? Ha oda néz? Nem. Jaj, nem. Ó, nem. Itt se jobb a helyzet egyébként, ha erre szállnánk fel, mert itt meg nagyon élesen kéne felszállni. Ott talán még könnyebb dolgunk van. Na jó, teljesen kitolatunk hátra, amennyire csak tudunk. Itt nagyon muszáj lesz szintén kicentizni. Azt mondja... Jó! Hát srácok, majdnem sikerült beborulnunk oda. Na, hát akkor figyeljetek. Nincs más hátra, mint előre. Tehát a flapseket még nem, azt még engedjük el, majd a vége fele. Oké. Teljesen maximálisra, srácok. Oké. És próbáljunk szépen gyorsulni. Oké, most jobban gyorsulunk. Tehát a flapseket még mindig nem. Flapseket mondjuk most. Nem! Jézusom! Hát oké, hogy fent vagyunk a levegőbe, srácok, de ez no way. Na jó. Ki kell valamit találni. Szóval a flapseket még mindig úgy hagyjuk. És akkor majd csak a legutolsó pillanatban. A legutolsó pillanatban fogjuk, hát amikor az Isten se tudja, mi lenne jó, srácok. Gyerünk, gyerünk, gyorsuljunk, gyorsuljunk. Van még ott egy kis teljesítmény. Csikarjuk ki. Oké, okay, kicsit elfordulunk. Flaps mehet. Rotate. Basszus. Na gyerünk, most megpróbálunk kicsit ilyen átlósan felszállni. Maximális tolóerőt szeretnék kérni. Maximálisat. Ez még nem az. Oké. Na most. Oké. Flapseket vissza. Majd akkor kapcsoljunk csak rá, hogyha nagyon szükséges. Addig hadd gyorsuljon a gép. Oké. Flaps. Mehet a felszállás. Nem, túl sok a flaps, túl sok a flaps. Na jó, egyelőre nem tudom, mit évő legyek, de az biztos, hogy megpróbáljuk erről az oldalról is. Hát, ahogyha. Nem, kétlem, de mi van, hogyha? Úgyhogy, innen talán kicsit hosszabbnak tűnik a dolog. Úgyhogy akkor nézzük meg. Oké, flapsek nincsenek kapcsolva, semmi nincsen. Maximális tolóerő kell nekünk. Gyerünk! Gyerünk, srácok! Oké, az a maximális. Ez egy ilyen kicsit ilyen fordulós lesz. Oké, fordulunk. Nagyon zögykölődik. Nagyon zögykölődik. Gyerekek! Tudjátok, hogy ebből no way. Hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop! Jézusom! Na így már sikerülnie kell. Flapset azt most nem. Jó, és itt is a flapset szerintem a végén. Egyesre tettük. Nem tudom, hogy az itt elég lesz-e nekünk. Azért most szebben gyorsulunk, baszki. Oké, emeljük el. Emeljük el, azonnal. Jó. Hát oké, így azért már egy kicsit könnyebb dolgunk volt. Ami az igazat illeti. Na, hogy aztán ide...
Hogy a szarba fogok leszállni, srácok? Az egy nagyon jó kérdés. Az egy very, very good kérdés. Gyönyörű szép a táj. Atya Isten, és itt is már nézzétek meg, mekkora izék vannak. Felhők vannak. Remélem nem sötétedik ránk, de akkor én most teszek egy fordulót, és akkor megpróbálunk leszállni. Szépen. Overspeed a füled az. Ami a legnagyobb szívás, az az, hogy rohadtul kanyarodik a dolog, a futópálya, úgyhogy én azt nem tudom, hogy ezt hogyan fogjuk megugrani, srácok. Megpróbálunk valahogy lekeveredni oda úgy épségben. Az biztos, hogy nagyon magasan vagyunk, úgyhogy bőven veszítenünk kell a magasságunkból. Oké. Okay. Elképesztően magasan vagyunk. Jó, és akkor most már 1000 láb környékén vagyunk, srácok. És kb. Hát az Isten se tudja hány... Aha. Hamarosan szállunk is le. Hát azon beszarnék, ha ez így egyből sikerülne. Oké. Minden be van húzva a megfelelő módon, igaz? Ez ott nem lesz. Hát... De jó lesz. Hát csak hova szállunk, igaz? Ó, te. Na jó, próbáljuk meg letenni. Oké? Okay? Oké. Okay. Maradj lent. Uram, atyám, srácok. Uram, atyám. Hát ezt el sem akarom vinni. Hát ezt mégis hogy? Hát eddig soha nem sikerült semmi elsőre, és pont ez sikerült elsőre. Na jó, ennek érdekében akkor még szállunk itt fel szépen, megfordulunk, felszállunk, és ide is lepróbálunk szállni gyorsan. Ami most nagy szívás, srácok, az nem más, mint hogy leengedjük a futókat. Tehát az nem más, mint hogy előttünk van egy nagy szar, amit kikerülvén kéne leszállnunk, kis gáz kéne, mert hallod, meghalunk. Mondjuk még ereszthetjük lejjebb, és akkor talán nem is kell gáz. De innen biztos, hogy nem fog sikerülni, srácok. Nincs az az eshetőség. Meg hát hülye az, aki innen száll, igaz? Oké, egy kis gáz, nem szabad sokat. De ez alá még be kell ide süllyednünk, meg ugye még utána is van egy. Ó, te gyerek. Jó, ezt itt megugorjuk. Hát szerintem innentől gáz nagyon nem, vagy hát értitek, tolóerőt nem kéne biztosítani. Ennyi maximum. Mert hogy érkezünk, mondjuk elég ferdén szerintem. Ajajaj. Bizony ferdén. Ó, hát te fiú. Ez itt meg se tudna lenni. Próbáljuk meg. Áááá. Hát hogy érkezünk ide? Hát nézd már meg. Egy sokkal laposabb szögbe kéne. Na jó, ezt nem is de megpróbáljuk, ha már itt vagyunk. Hop, hop, hop. Ajaj. Retard. Maradj ott. Nem jó. Na próbáljunk még egyet, mert azért nekem itt felkeltette a fantáziámat. Mert mi van akkor, hogyha tényleg nagyon próbálunk közel maradni itt mindenhez, és baromira, szinte súrolni a fának a tetejét, mondjuk attól még én rohadtul nem látom így a pályát, tehát azt sem tudom, milyen szögbe kéne ide érkezni. Tehát kicsit súroljuk, és közben ereszkedünk. De ez már kevés neki, hallod? Mindjárt lezuhanunk. Oké. Okay. Picit adtunk neki, hadd érezze a törődést. Innen jók vagyunk amúgy. Oké, okay, és akkor most egy nagyon mély ereszkedés. Szinte súrolva. Oké. Okay. Gyerünk. Gyerünk. Jó? Tartsuk fent. Ajaj. Nem. Sajnos nem.
Ne, állj meg. Hát figyeljetek, srácok, a helyzethez képest. Hát nem mondom azt, hogy ez egy nagyon szép leszállás volt. De onnan lehetetlen ide. Szóval ahhoz képest ez nem volt rossz. Na jó, hogyha tetszett, akkor egy lájkot azért toljatok. Köszi szép, hogy itt voltatok a mai napon is velem. Most már több tartalom fog érkezni belőle. Össze van rakva faszán a gép, amiről majd lesz videó, nem tudom, hogy már volt-e. Na mindegy, a lényeg az az, hogy innen fogjuk folytatni. Sok ötletem van, nyugodtan írjatok ti is ötleteket, ha érdekel titeket valami. Úgyhogy tali majd, hello, hello, szevasztok! I just gotta get through, cause I feel like taking off, find a place.